Blake-Koch otthonosan mozog az éles kanyarokban, nagy sebességgel halad és akár index nélkül is előz. Számára ez csupán egy átlagos munkanap. Nagyon szeretek versenyezni, és élvezem, hogy ebből élek. Blake-Koch NASCAR versenyző a széria autók nemzeti bajnokságában. A versenyzés gyerekként kezdte cross motorozással. A motor volt a mindenem gyerekként, 13-tól 17 éves koromig. A családdal folyton úton voltunk. Keresztény családban nőtt fel, de elmondása szerint a motorokért sokkal jobban rajongott, mint Istenért. A rajt előtt meghajtottam a fejem, és elmondtam egy rövid imát, de nem igazán volt személyes kapcsolatom Istennel. Úgy voltam vele, Uram, most szükségem van rád, vigyázz rám, mert kockára teszem az életem, aztán majd egy hét múlva újra találkozunk a rajtvonalnál. A többszöri keresztszalag szakadás Blake cross motoros karrierjének a végét jelentette, de most apja egy új ötlettel állt elő. Azt mondta, hogy veszek egy versenyautót, kipróbálod? Úgy voltam vele, hogy ez unalmas, nem az én világom. Én mindig is a motorokat szeretem, nem az autókat. Aztán elkezdtem vezetni. Elsőre beleszerettem, és a többiek mondták is, hogy van érzékem hozzá. Aztán hallottam, hogy Istennel minden lehetséges, mindent megtehet, amit csak akar, és ezt komolyan vettem. Úgyhogy amikor az első NASCAR versenyre mentem, egyáltalán nem izgultam. Pedig még sebességet váltani sem tudtam, mert azelőtt otthon automata váltósokat vezettem. Amikor beültem, tudtam, hogy itt kéziváltó lesz, de tudtam azt is, hogy itt Isten nyitott egy ajtót, tehát nincs okom félni, és sikerült. Kaliforniában negyedikként kvalifikáltam, majd a NASCAR leigazolt teljes idejű versenyzőként. Blake első helyre tette keresztény hitét, és Jézusba vetette a bizalmát. Az igazi személyes kapcsolatom Jézussal körülbelül 20 éves koromban kezdődött. Azóta nem szomorítom a Szent Szellemet. Elkezdtem hallgatni és olvasni Isten igéjét, és követni Jézust. Keresztény hite biztonságot jelent, annak ellenére, hogy karrierje akár egy pillanat alatt is véget érhet. Amikor összeházasodtunk, elvesztettem a szponzoromat. Fel kellett adnom a versenyzést. Úgy voltam vele, hogy Isten ott nyitja ki, vagy zárja be az ajtót, ahol ő akarja. Jézus azt mondta, hogy az aggódással nem hosszabbíthatjuk meg életünket, és tudtam, hogy Isten gondot visel, megadja a mindennapi kenyeret. Sokat segített, hogy nagyszerű emberekkel vettem magam körül, akik hasonlóan gondolkodnak, akikre számíthatok. Így építhettük egymást, és igazságot szóltunk egymás életére. Egy rövid pihenő után Blake újra a sofőrülésen találta magát. Fő támogatója a Compassion International, és ahol csak tud, lelkesen beszél a Jézussal való kapcsolatáról. Olyan lehetőséget kaptam, ahol az emberek meghallgatnak, és ez nagyszerű alkalom, hogy Jézusról beszélhessek, akit szeretek. És a válaszaimban Jézus mindig ott van. Blake az életét és autóját is Isten hatalmas kezében tartja. Mindent át kell adnom Istennek, hogy ő munkálkodhasson az életemben. Ez nem egy megszokás, nem valami babonaság, hogy ha nem imádkozom, akkor ez nem fog menni. Isten kezébe teszem az autót, hogy ő vezesse a kezemet, a lábamat, a gondolataimat és a szívemet. Imádkozom, hogy ott legyek, ahol látni akar, és történjen bármi. Tudom, hogy imádkoztam, és az ő kezében vagyok.